Újabb apróságok a miskolci állatkertben, ez alkalommal Dávid szarvasborjak, velük pedig azonnal három példánnyal bővült a szarvascsorda. Ez a fajta azért is különleges, mert jelenleg már csak állatkertben élnek egyedei, Magyarországon pedig csak a miskolci állatkertben. Óvatos léptekkel közelít a Dávid szarvasborjú, de félelmét hamar legyőzi a kíváncsiság. Nem sokkal később stábunkhoz is odamerészkedik, egészen a kerítés közelébe. Persze tudva, hogy a szülei így is vigyáznak rá. Társa inkább távolabbról figyel minket, terpezben áll. Egyelőre így a legbiztonságosabb neki. Nem csoda, hiszen még csak áprilisban született, a másik két kicsivel együtt. Egy-két hét leforgása alatt jött a világra Dávid szarvascsapatunk három legifjabb borja, három külön anyától. Ami azért is nagy öröm a miskolci vadaspartnak, mert a Dávid szarvasok csak az állatkerteknek köszönhetik a faj fennmaradásukat. Olyannyira ritkának számítanak, hogy eredeti kínai élőhelyükön már egyetlen példányuk sem él. A miskolci állatkertben viszont 9 vannak. A nemüket ezt egyelőre még nem tudjuk biztosan megmondani, az biztos, hogy van köztük egy hím és egy nőstény, a harmadikat azt nem tudjuk még egyelőre, hogy milyen ivarú. A legfiatalabb testvérük, ő most 2 éves, 2019-ben jött a világra, 2 borjú, de azt megelőzően gyakorlatilag minden évben, úgyhogy több állatkertben is tartanak már Miskolcon világra jött borjakat. De csak külföldön, hiszen jelenleg a hazai állatkertek közül csak Miskolcon látható Dávid szarvas.